Művészbejáró Bóta Gáborral. Itt van Ador Bálén. Jó napot! Emlékszel, szia, emlékszel a, abból valamire, hogy, hogy amikor kilenc éves átjöttetek Erdélyből? Tökéletesen azt hiszem, hogy mindenre. Minden emlékszem, emlékszem, amikor jött a vámos, amikor kérték a, a, az útlevelet, emlékszem, hogy nézek ki az ablakon, nézem a vasúti kocsikat, amiben egy hasonlóban érkeztek a, a bútoraink. Emlékszem, amikor megérkezünk a nagynénémékhez, a vérmezőre, emlékszem, amikor a, a nagybetje. hát oda érkeztünk Náluk, meg, aha. tehát Budapestre érkeztünk, és aztán egy ismerősünket is meglátogattuk. Emlékszem, hogy rosszul lettem a törökmésztől a, 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 a vidámparba állatkertbe is elmentünk. Tökéletesen emlékszem, és ez egy olyan illat, ami, ami meghatározza ezt az időszakot a déli ABC-ben a az őrölt kávé illata keveredett a mozgó lépcső olajának az illatával, és az egy ilyen hatalmas meghatározó élmény volt, hogy a nagybátyám e, e, ráma margarina e, megkent bagetre szeli a, a lehelet vékony pixalámit. Tehát azt hiszem, hogy, hogy tökéletesen megvan pontról pontra. A, az átköltözésünk, és aztán azután a ö, időszaknak az utána következő időszak. Ez jó élmény minden. volt, vagy rossz? Hát abban, a, abban, hát abban a pillanatban egy ismeretlen élmény volt, és tulajdonképpen annak a kíváncsisága volt be, tehát a megismerésnek a kíváncsisága, vagy most jelen helyzetben ez, ez történik, ebbe kell beleállni, és ennek kell a része lenni, és aztán utána azt gondolom, hogy komoly problémáim. Adódtak ezzel, hogy a, az ember hogy hagyja el a, a szülőhelyét, vagy a, vagy a, a hazáját. Tehát, Mi, hogy milyen, tulajdonképpen milyen meg. Hát ez a álmatlanság, hasfájás. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy a kicsi Bálint elég nehezen nehezen szokta meg, vagy nehezen tudta elengedni, lehet, hogy nem is engedte el teljesen, de, de, de akadtak Gyakran gondjaim. vissza. gondjaim. hát ö, igyekszem minden évben uh -huh. hazamenni, most a, a nyáron ez ugye ez nem, nem, tud, tud megtörténni, és amíg a Radnótiba voltam, addig volt egy leállás Szilveszter után az a hét nap, és akkor mindig elmentem telelni, hogy hogy, Aha. hogy, hogy igazi télbe legyek. <laughs> és akkor, és akkor, tehát, hogy tulajdonképpen. ez volt volt már kár, vagy... ö, rokonokhoz, rokonokhoz uh -huh. mentem, azokra a helyekre mentem, ami, amik a gyerekkorom meghatározó helyei voltak. Aha. Tehát úgy, nem, nem kell túl nagyon a hegyekbe menni, hogy hó legyen, meg, meg hideg legyen. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. És azon mit értesz, hogy még mindig nem tudtad elengedni? Mit? Uh, mondta, ez a Nem tudom, egy interjúban megkérdezték, hogy, hogy el, el tudnék-e költözni, vagy meg tudnám-e hozni azt a, az áldozatot, amit a szüleim 40 évesen meghoztak, amikor átköltöztünk uh -huh. ide. És azt mondtam, hogy igen, lehet, hogy meg tudnám hozni, rá tudnám venni magam, hogy valahova elköltözzek, de ha elköltöznék, akkor az biztos, hogy haza lenne. Tehát visszaköltözni. És ezt, ezt akkor így mondod, hogy az a haza? Hát, hát a, az a, a haza. Haza, de ha ott vagyok, akkor is hazajövök. Aha. Tehát igazából nem tudom, nincs. nem állítok föl rangsort Magyarország és Erdély között, de valahogy a szülőföld, vagy az valahogy a haza. Aha, értem, értem. És tulajdonképpen, ahogy föltették ezt a kérdést, akkor elkezdtem ezen komolyabban gondolkodni, és komolyabban gondolkodni azon is, hogy, hogy rengeteg mindent kaptam gyerekkoromban Erdélytől, hogy mi az, amit én, én vissza tudok adni majd. Na de mi az, amit kaptál, és vissza akarsz adni? Nagyon boldog gyerekkorom volt, tehát hogy a, a, természet szeret, tényleg nagyon boldog gyerekkorom volt. A, a, időm nagy részét, a szabad időmet az apám mellett, a műterembe töltöttem, együtt mentünk biciklizni, megtanította a konzerves dobozba pisilni, parityázni, a kertet művelni, ott ültem mellette, a, a régi szobrainak a drótvázára raktam föl az agyagot, a krumplit sütött, és ittuk a, ittuk a teát. Tehát, hogy, hogy nagyon boldog boldog gyerekkor, hétvégéken, tehát szombaton volt iskola, vasárnap mindig kirándultunk, tehát az ott a, a, a Somjó oldalába, a Hargitán, tehát jártunk gombászni, egy hatalmas baráti társaságuk volt, akiben tehát orvosok, művészek pedagógusok, és akkor családostól mindig ilyen nagy, nagy hepajok voltak. Nem tudom, a szovátán töltöttem a nyarakat, hajnalban jártunk az ifjúságítóra horgászni, délután a magyarosítóba, a sóstóba fü, fürödtünk, sütöttük a halat, tehát hogy hogy nem tudom, ez a természet közeliség és az elképesztő, elképesztő szabadság. Tehát reggel ki. Kiné... Ehhez képest koppanás volt Budapest, hogy ilyen nagy Hát a költöztünk igazából. Ja, igen, aha. És azt láttam, hogy nagyon beleállnak a szüleim abba, hogy valami egzisztenciál legyen a családnak, és tulajdonképpen amiért eljöttünk, hogy a gyerekeknek a az oktatása biztosítva legyen, tehát mondjuk a magyar nyelvű oktatása, és az, uh -huh. hogy a, a gyerekek tanulni tudjanak, az hatalmas erőfeszítésbe e, e, került a számukra, és valahogy a bátyám e, egy évet volt Szexádon, és utána följött, fölvették a Radnótiba, uh -huh. és idejért e, ide járt Pestre, és akkor a hétvége is arról szólt, hogy ha, ha a bátyám hazajött, akkor a, a ruhamosás, a fölkészítés, stb. Tehát elmaradtak azok, ami, ami az volt, hogy olyan családi program, hogy kimegyünk a szabadba, hús sütünk, kirándulunk, mm -hmm. ö, ö, ott vagyunk. Tehát ebből a szempontból hatalmas törés volt. Azzal szembesülni, hogy hogy hogy. hogy első körben nincs semmink, Csíkszeredában se volt semmink, de igazából nem, nem volt lényeges. Ott az de, olyan tervészetes vagy nem, nem, volt. Igen. Tudod, nem, nem, nem tűnt föl. Ugye szobrász az édesapád, és a mamád építész. Uh -huh. mm. Ebből jött neked valami? Miközben te tulajdonképpen közgázt végeztél. Hát gondolom a a, reál a, a anyám részéről jött a közgáz, meg az, hogy igazából nem volt túl sok problémám gimnáziumig, azt hiszem, hogy a, a tanulással a közgázon azért egy picit megizzadtam, a valószínűség számítással, és a, a a hasonló nyalánkságokkal, a, a művészi véna meg azt gondolom, hogy a, az meg a apámtól. Mit szóltak akkor, amikor fogtad magad, és 24 évesen sziművészetére? Há, hát olyan fura volt, hogy a közgáz alatt apámmal való kapcsolatom az, az meggyengült. Amikor végül felvételiztem, Mert, akkor megpróbáltam kizene. Nem tudom miért. És aztán felvettek a színművészetére, és újra olyan volt, mint gyerekkoromban. Nem tudom. Hát lehet, hogy itt van, azt szerette volna, hogy a művészi pályán kövesse a a, a, a fia, mindegy, hogy az micsoda, de olvastam egy interjút a apámmal, és elárulta, hogy ő is igazából színész szeretett volna lenni. <laughs> Tehát így egy, egy generáció, vagy két generáción múlva általában a családunk mindig beváltja valakinek a, a nagy álmát, hogy valahogy, valahogy <laughs> A Pécsi Egyetemi Színpadon próbáltad ki kvázi vázi magad egyetem, egyetem mellett, és akkor, és akkor, akkor így. És tulajdonképpen rögtön a Radnótira került. Igen. Ja. Ami hát ugye rangnak számított a szakmában, akárhogy is vesszük, nem? Abszolút. Tehát volt, voltak a fejembe elképzelések, és igazából nagyon elégedett voltam azzal, hogy a Radnótiba lett volna még egy választási. Az mi lett volna? Lehetőség az, hogy a Bodó Viktor újonnan alakuló társulatába. Tehát, Aha. hogy a Viktor akkor, akkor hívott, és nagyon szimpatikus volt, de hát akkor volt egy mennyit... Ez egy kockázatosabb egy... vállalás lett volna, nem? À, igen, de nem, 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 nem így sikerült meghoznom sa, a, a döntést. Nem tudom, most már igazából elengedtem, hogy mi lett, mi lett volna, ha... Elfogadtam, hogy, hogy ez az út. Ak volt egy még egy gimnáziumi nagy szerelmem, aki, akivel azt me meg is kértem a kezét, és igazából valahogy túléltük a színművészetit is, kisebb-nagyobb törésekkel és kisebb-nagyobb <laughs> nagyobb szünetekkel, és ö, ö, valahogy szerettem volna valami nyugodt, ö, biztosabb, ö, kezdést, ami amivel mondjuk meg lehet alapozni egy valahogy egy életet. És aztán annak a kapcsolatnak vége szakadt igazából, de de, de elengedtem. Tulajdonképpen e, valószínűleg ezért ezért döntöttem a, a, a Radnóti mellett. Uh -huh. és, és, és hosszú időre bevált. Hosszú időre bevált, igen. És most megérezve annak a szabadságát, szabadúszásnak a szabadságát, meg annak a szabadságát, hogy különböző műfajokba, különböző színházakba napról napra megy az ember, nagyon-nagyon különböző emberekkel találkozik, igazából ez a leges-leges, legfelszabadítóbb érzés. Csak most visszautalva, hogy, hogy mi hogy mi lett volna, ha valahogy van egy ilyen, egy ilyen nagy szabadságvágyam, és abban a pillanatban, amikor azt gondolom, hogy valaki nagyon-nagyon gondol valamit rólam, és el, van könyve, el vagyok könyvelve valaminek, akkor muszáj megráznom magam, és muszáj csinálnom valami teljesen ellenkezőt, hogy tulajdonképpen magamat szabadítsam föl az alól, hogy nekem bárminek is meg kéne felállnom. Hát ugye téged most kimondom, mert hát nyilván te is tudod, hogy elkönyvettek ilyen szép fiúnak. És nyilván nyilván ez ellen, ez egyébként mindig így így, így szokott lenni, hogy a nagyon szép lányok is, jaj, bará, hadd lejátszhasson el egy, egy csúnya nőt, és nyilván egy csúnya nő meg arról hogy hogyha játszan el egy szépet, és a jó színésznő még meg is tudja csinálni. Tehát, hogy, 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 neked nyilván ezzel kell. Hogy a magas, szép szál legény, akire azt mondták, hogy olyan, mint a Jávor Pál, és 30 évvel ezelőtt kellett volna születned, akkor az összes kosztümös filmben arattál volna. Neked nyilván ezzel kell megküzdeni, nem? Abszolút. Hát ő írt ebből, ebből, a szempontból rengeteg csalódás, de valahogy elfogadtam. Hogy? Tehát van, van, hát bizonyos dolgokat nem, játsz, nem, nem játszottam aztán el, amit, amit Na, hogy egy el kellett te, kellett hogy volna az, ez, gondolod, ez ugye egy, egy, volt. egy uh, filmszerep volt tulajdonképpen, csináltam egy nagyon jó castingot, ami, ami tényleg jól sikerült, és akkor utána megkaptam, hogy hát és akkor mit, hogy, hogy, hogy foglak téged elcsúnyítani, vagy... Ez volt az, amikor, már ez hát... egy interjúban van, hogy hogyan fogom én elváltoztatni a szép római arcéletet. Valami arcélet, görög, görögös vagy, vagy római arcé volt, mert nem tudom, nem tudom pontosan. És akkor ezek, ez, ezek úgy igazából ö, ö, rosszak. És akkor úgy gondolt, hogy ezért nem kaptad meg, tehát hogyha Mit tudom, én egy kicsit vagy vagy, akkor megkapom. Nem, jó hangzik ez a történet, szerintem nem ezért nem kaptam Aha. meg, de. A, a, vagy nem, nem, nem csak ezért nem, de. De az tény, hogy meg, meg kell ezzel küzdenem. És örülök azoknak a, azoknak a feladatoknak, amikor amikor ezen lehet változtatni. Meg azt gondolom, hogy filmnél pedig az működik, hogy igenis van idő a, az átalakulásra. Hogyha nézünk nagy filmeket, akkor, akkor azok mind egy színész hatalmas átalakulásáról szólnak és belebújik abba a szerepbe, és hónapokon keresztül készül, fogy, hízik, beleveti magát, és utána megcsinálja szenzációsan. Ő azzá válik, a szereppé válik. Mm -hmm. Tehát a, én azt gondolom, hogy minden, minden színésznek az az álma, hogy hogy egy ilyen átalakuláson keresztül... Jó, lenni. de gondolom te már ezt mondtad, és szintén valamelyik interjúban, hogy hogy jó, akkor 30 évvel később születtem, de akkor azért most is vannak kosztümös filmek, akkor azért azokat én akarom játszani. Hát persze, hát ez egy ilyen vágy, hát ez vala, val, val, valószínűleg egy ilyen őszinte pillanatban kimondtam, de ö, tény. Vagy vagy azt gondolom, hogy nem, nem lógtam ki, vagy a Mária Teréziában nem, nem, nem voltam rossz ö, ö, Eszterházi, úgyhogy. Ö, azt gondolom, hogy nyitott vagyok minden, minden ilyen felkérésre vagy minden, minden ilyen szerepre. Uh -huh. No, és akkor a radnóti miért lett egy idő után? Úgy ott is dilemmáztál, hogy ugye nem mindig érzed azt, hogy igazán a feltétlen jó szerepeket kapsz, Tudodunk és a... hogy azt gondolják rólad, amit, bocsánat, amit, amit, amit te gondolsz magadról. Uh... Igen, de igen. Valószínűleg ez lehetett, és akkor kialakult bennem valami elégedetlenség, ami valószínűleg látszott is rajtam, és aztán voltak olyan, olyan jelek, ami, ami, amin úgy el, el, kellett gondolkodnom, hogy, hogy fogok-e fogok -e tudni labdába rugni, vagy, vagy van-e bennem gondolkodva. És az, az szerintem egy színész szempontjában nagyon-nagyon fontos, hogy gondolkodjanak benne, és folyamatosan terheljék nehezebbnél nehezebb feladatokkal. És mire Az volt a felismerésem, hogy, hogy valószínűleg nem. De nem lesz, nem lesz úgy igazából lehetőségem erre. És Én... ég, hanem nem lehet szólni? Akkor még Jordan, vagy Bálint András, hát hülyeséget beszélek, Bálint volt, te nem lehet bekopogni, vagy a büfébe azt mondani, hogy figyusz? Én nem, nem az a típus vagyok, a, aki e, kopog és e, e, odaül. Ha megkérdeznek, hogy tulajdonképpen mi az elégedetlenségednek az oka, akkor De valószínűleg el fogom hogy te vagy? Hát... E, nem, gondolom. Hát egy idő után az úgy, úgy kiszokott ki ülni az ember, ember, arcára. Aha. Tehát ö, ö, úgy, de nem nem, 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 vagyok az a típus, aki, aki kuncsorog, és aki, aki megpróbálja úgy intézni a dolgokat, hogy, hogy az hoz, a számára előnyös legyen. Inkább a tiszta helyzeteket szerettem, amikor valaki azt gondolja, hogy na, akkor ezt meg fogom tudni csinálni, és akkor szeretném megcsinálni. És minden energiámmal azon vagyok, hogy minden jobban megcsinálja. Tehát kapsz egy szerepet, onnantól kezdve az egy hatalmas öröm, mint egy Karácsonykor megkapott kiskutya, de utána azt a kiskutyát sétálni kell vinni, azt etetni kell, ahhoz föl kell kelni éjszaka, valahogy, valahogy így gondolkodom. Onnantól kezdve az, a, a, valamilyen szinten azt, azt érzem, hogy az, az az én felelősségem, és az olyan lesz, amennyit, amennyit belebírok rakni, és amennyit megbírok fejteni belőle. Természetesen van egy rendező, aki felhív fejli az ember figyelmét bizonyos dolgokra, amit lehet, hogy első körben nem, nem vesz észre, úgy terelgeti, hogy mélyebbre tudjon menni, minél több mindent tudjon megfejteni abból a szerepből, de onnantól kezdve indul el szerintem a színész munkája, ami meg, tehát ezért, ez, ezért vagyunk színészek. Mi az, amit úgy érezte a Radnóti, hogy fú, ezt megcsináltad? Hát... Nagyon szerettem a holt lelkeket, holt lelkek előadást, nagyon szerettem a, a, mozgó mozgófényképet, ott nyilván Jábor Pál játszott. Igen, Jávor vagy. Szerett, nagyon szeret. Jó, de hát ez is az, hogy el vagyok könyv. Jó, rendben van, akkor majd legyen egy olyan lehetőségem, amikor eljátszhatom Jávor Tehát hogy ezek a nagy elkönyvelések, így, ilyen, Aha. ilyen levegőbe eldurrantott Aha. patronok. Tehát, hogy, hogyha lesz erre lehetőségem, akkor valószínűleg nagyon-nagyon hmm. nagyon boldog leszek. A Bárány játszottunk, nem tudom, 200, 25 28-at, valahogy így, az, az, is nagyon jó volt. Azok mind olyan szerepek voltak, azt gondolom, ami alkatom, alkatomhoz passzolt. Nagyon sok darabban játszottam úgy, hogy vagy ellenszereposztás volt, mondjuk mint a Hedda Gábler, de a, akik látták, elmondások alapján ö, ö, sikerült megoldanom a feladatot, és igazából ö, jó voltam benne. Tehát, hát akkor most kérdezhetem, hogy akkor mi volt a gond? Hogy az, ez kevés az, volt. az volt a hát igen, de lehet, ez az embernek a saját megélése. Tehát ö, ö, nem, nem jött akkor az életembe valaki, aki azt mondta volna, hogy Bárin, nyugodj meg, ez az út, ez tök jó, majd szépen légy türelmes, és jövőre, vagy, vagy egy év múlva fogod ezt csinálni, és majd azt csinálni. Tehát tulajdonképpen uh -huh. ez nem történt meg. Onnantól kezdve az ember kicsit magára van hagyva, és ha nem, nem, nem úgy úgy jönnek a feladatok, hogy azt érezze, hogy akkor le van terhelve, és van miért minden reggel fölkelni, akkor elkezd járni az agya azon, hogy valószínűleg ez nem jó, valami itt nem jó, valamit én nem csinálok jól, és az, az, az mindig valami bizonytalanságot, elégedetlenséget szül, tehát, azt gondolom, hogy egy művész számára ez egy nem jó állapot. És akkor most szabadúszóként ez jó, vagy ez inkább fuldoklás? Hát én azt gondolom, hogy jó, nem látok a jövőbe, tehát mindig nyugtával dicsérjük a napot, én azt gondolom. Tehát, jó. hogy amiket kaptam, és lehetőségem volt eljátszani a, a radnóti után, azok azok mind olyan feladatok voltak, amire, amire azt tudom mondani, hogy igen, ilyeneket ja, Például a Varsói melódiát kivondottan kedveltem. Varsói. Játszottam Kőműves Kelement, játszottam Ármány és Szerelembe Ferdinándot, játszottam Asztalos urat, most a, a Mohával csináltuk az illatszertárat. Mohácsi Jánossal az illatszertárat játszottam Csikágót, amit a Béres rendezett Kecskeméten. Béres, Attila. Béres Attila. Tehát, hogy ezek mind, mind, olyan feladatok, amiben úgy, úgy bele, bele, lehet, úgy bele is tudtam állni, és úgy, úgy azt éreztem, hogy na, akkor Chicago csinálok Chicago Te voltál az ügyvéd? Én voltam az ügyvéd. Na, 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 na. Azért az is egy szép fiú, akár veszük. Gennyi a szép fiú, de egy szép, a szép fiú. Tulajdonképpen a, a, szép fiúban mindig azt kell megtalálni, hogy, mit, hogy, hogy mi van mögötte. Tehát ott annak a, a, az ügyvédnek a, a, a kiábrándultsága, a mindenek felett állása is ettől, ettől Valahogy egy ilyen, az embernek mindig lesz egy rossz szájíza, amikor egy, egy ilyen figurát lát, aki a saját ö, nagyszerűségébe fürdik, és teljesen ö, komfortosan mozog mindenhol, mind, nem? Igen, tulajdonképpen igen. Ez, ez kellett megtalálni a, abba a figurába, és tulajdonképpen nagyon élveztem, hogy nem az van, hogy itt van a, ez a snájdig fiatalember, de még, még se szeretem annyira, mint amennyire, amennyire kéne szeretnem. Az igaz, hogy te majd nagy családot akarsz? Hát majd meglátjuk, ezt is azt mondom, hogy majd nézzük meg pár év múlva, hogy... Hogy, hogy hogy alakul. Szeretnék, igen, de attól függetlenül érzem a felelősségét, hogy azokat a gyerekeket valahogy tisztességesen föl kéne nevelni. Igen, van is. Vagyok, azokkal igen. minőségi időt kell eltölteni. Most nem akarok magam ellen beszélni, mert szeretnék nagyon sokat dolgozni az elkövetkezendő időben, és szeretnék nagyon jó projektekbe benne lenni, vagy, vagy előadásokba is szóval függnek ben, benne, egésztet, benne nem lenni. Sem. Nem tudom, én is tanulom magamat, és figyelem azt, hogy bizonyos dolgokra hogy reagálok. Tehát, hogy könnyen mondunk ki ilyen nagy, nagy vágyakat, azokat, azokat valóra kell váltani, kell egy társ aki, a, a, aki megfelelően tud, tudja kezelni ezeket a helyzeteket, megfelelően tud kezelni Engem egy főpróba héten megfelelően tud kezelni, amikor elégedetlen vagyok valamivel, amit nem úgy sikerült megoldanom, ahogy meg akartam oldani, és euh, kell egy társ, aki el fogja viselni, hogyha fürdetésnél nem mindig vagyok otthon. Tehát, jó, de ezek, ezek persze, nagyon, pro nagyon profán, euh, hétköznapi dolgok, de azt gondolom, hogy ez. ez ez hozzá tartozik, Tehát nem egy olyan társa vágy, vágyok, akit aztán magára adjuk, és aztán mindent ő fog csinálni, hanem egy olyanra, aki valószínűleg kezelni fog, fogja majd ezek, tudni ezeket a helyzeteket. Uh -huh. És ha így van, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy bele lehet vágni de eddig miért, tehát Gábor eddig miért nem történt meg? Tehát erre mondtam, hogy tanulom magam, tehát lehetőségem lett volna rá, valami miatt nem történt meg. Vagy nem találtam meg azt, akivel le fogom élni az életemet, aki majd a gyerekeimnek az anyja lesz, vagy akarom én ezt annyira, mert, mert sikerült kimondanom, erre mondtam, hogy, hogy tulajdonképpen, mint mindennel szemben, egy egészséges kritikai szemlélete kell legyen az embernek, ami saját magára is vonatkozik. Na, hát akkor további sikeres kritikai szemléletet köszönöm, és pályát szépen. kívánok, és köszönöm, hogy értél. Köszönöm. Én is köszönöm, hogyha hallgattak minket. Ez volt a művészbejáró az első részben Szente Vajkal, a második részben Adorjáni Bálintal, és az hangpult mögött az elmaradhatatlan kemény Dániel elén Búta Gábor voltam, ha van kedvük, hallgassák meg az ismétlést ma este 11-kor, és hallgassák meg a híreket a Szintén elmaradhatatlan Szabados. Bár, bár tavaly múlt héten nem volt, de visszatért a világrend, most újra itt van Szabados a hírekkel, a viszont hallásra. Művészbe járó Bóta Gáborra.